Halihó ellenállók, halihó sárga pólósok! Muszáj ezt nekünk nézni? Kérdezem én, és kérdezik nagyon sokan, tehát láttam már a Facebookon is, fel vannak háborodva, hogy muszáj ezt nézni, Orbán hazug propagandáját. Én azt gondolom nem, viszont kevés azt mondani, hogy felháborodsz ezen, meg háborogsz, hanem akkor ki kell vele valamit találni. Volt már rá néhány jó pufa gondolat, hogy ezt átalakították, és én úgy gondolom, hogy ha már így szégyellik a pofájukat, ilyen egész kicsivel írták ide, hogy Magyarország kormánya megbízásából készült. Csak kérdés, hogy milyen kormány, tehát az lehet, hogy csak Orbán kormánya és nem az én kormányom, de teljesen mindegy, az biztos, hogy az én pénzemből is tették ide ki. És én mást üzennék ezzel kapcsolatban, tehát önnek is joga van tudni, mire készül, de mekkora fasság ez, hogy Brüsszel nem készül semmibe, olvastam, ez egy város. Viszont Orbán egész biztos, hogy készül valamire, ezért én azt kérdezem meg, hogy mire készül Orbán. Én már jönnek is a lájkok. Úgy látszik, tetszik az embereknek, már előre tetszik, hogy mit művelünk itt. Most azt a változatot próbálom ki, hogy nem mászok fel egy létrával, hogy vajon meg tudom-e úgy csinálni, hogy csak lentről egy ilyen magas dolgot is föl tudjunk tenni. Szerintem van esély rá, hogy igen. Kicsit fúj a szél, ez nehezít a dolgon. És most jön az, amiből mindenki láthatja, hogy én azt gondolom, hogy nem Brüsszel készül itt valamire, hanem a mi diktátorunk. Hol de tetszik az embereknek? Marhára utálják ezt a hazug kormány propagandát. Ha már oda tapad, akkor nehezebb elmozdítani. Igazából azért mutatom meg másoknak is, hogy így is lehet csinálni, mert van, ami nem érhető el létrával, vagy lehet olyan, hogy valakinek nincs lehetősége létrát vinni valahova, de akkor is meg lehet csinálni természetesen, hogyha nincs olyan magas cuccodat. Egyébként feltétlen, hiszen például a Facebookon már láttam is, hogy a Budaörsi úton 13 darabban 150 méteren belül, amik mind-mind elérhető, akár kézzel is, tehát még csak föl se kell miatta mászni magasra. A Brüsszel teljesen letakarva. Hoppá. Ugye mi nem vagyunk olyan szégyenlősek, mint a fideszesek, ezért nagyba tesszük ki, hogy ez bizony a sárga pólósokból volt. Egyrészt utal rá a sárga háttér, másrészt pedig utal rá az, hogy kitesszük a QR kódját mind a YouTube-os, mind a Facebook-os csatornánknak. És egy kicsit lemeszelem. Mondom, lemeszelem. Ugye szakértő, sárgapólós Sándor Laci azt mondta, hogy így utólag még letucskoljuk egy kicsit tapéta ragasztóval, akkor bomba biztosan ott lesz fönt. Ha már itt vagyok, akkor én úgy gondolom, hogy nem elégszem meg ennyivel. Ugye a fűrelőnek van egy országosan elfogadott jelzése.
mindannyian nagyon jól ismerünk, mindannyian tudunk, és mindannyian használunk is. Ez pedig sokak által ismert O1G. Megnézem, hogy ezt ebben a nagy magasságba vajon fel tudom-e tenni létra nélkül. Ó, de tetszik az embereknek! Még az O1G ki se került, de már is tetszik az embereknek. Kicsit alacsonyra került, magasabbra terveztem, de nem baj. Ez előfordulhat, és a következőt azt majd létráról fogom megcsinálni, mert mégiscsak gyorsabb, mint így fölpecázni. Ez igazából egy kísérlet része, hogy így is meg lehet csinálni, hogyha nincs rá lehetőség, hogy ezt megtegyük. És akkor, hogy mire is készül Orbán, én azt gondolom, hogy egy diktatúrát készít építeni. Azon kívül kiárusítja az országot, erre készül. Arra készül, hogy a sevizásoktól bedölt kölcsönöket szarérbúgyér odaadja a fideszes haverjaiknak. Arra készül, hogy kiárusítja az országot. Arra készül, hogy a közpénzt ellopja. Erre mindig Orbán készül. Én pedig úgy gondolom, hogy ezt nekünk nem kell hagyni. Gyorsan kiszámolom, hogy ez biztosan is elfér. Elfér biztosan is. Amire sajnos már nem csak készül Orbán, hanem kőkeményen meg is valósítja, ez pedig a magyarországi diktatúra. Nyilván ezt még gyakorolni kell, hogy ön is maradjon pecázás nélkül. Szerintem előbb-utóbb egyre jobban fog menni, ha meg lesz a technika, amikor ide kiteszi az ember kicsit lebele, és aztán fölbele. Aha, jobban ott marad. Valami ilyesmit javaslok mindenkinek, hogy amerre csak lát, vagy amerre csak jár és lát ilyen hazug propagandát, ott feltétlen fejezze ki a véleményét, sajátját, mert nem elég csak bosszankodni otthon és a Facebookon idegeskedni, idegesíteni egymást, hogy már megint mit műveltek Orbánék velünk, hanem egész egyszerűen ez ellen fel kell szólalni. Ha már ezt a lehetőséget adták, hogy közpénzzel kiteszik ezeket a nagy plakátokat, akkor miért ne használnánk ki, hiszen a civileknek úgy sincs kampánypénz, nem kapnak központi
támogatást. Nem kapnak központi támogatást, hanem egész egyszerűen maguknak kell valahogy megoldani, hogy a véleményüket eljuttassák a nagy közönséghez. És ha Orbánnak van rá joga, hogy a véleményét, mert ugye ez csak az ő véleménye, hogy mire készül Brüsszel, akkor az embereknek is joga van a véleményét kinyilvánítani. Könnyen lehet segíteni. Mindenkinek azt javaslom, találja ki az ő üzenetét, az ő szövegét, és ezt minél több helyen, minél több felé az országban, ezeken a nekünk kitett plakátokon nyilvánítsa ki, és nyilván ezzel gyakorlatilag le tudjuk nullázni a hazug kormány propagandát. Egész jó, bele lehet ebbe jönni. Megint egy kicsit kucskolok rá. Vannak olyan játékok, amik akkor jók, hogyha kicsit tucsogósak. Ez is egy ilyen, tehát ez a diktatúra elleni fellépés is úgy tűnik, hogy lesz jó. Szerintem sokkal jobban néz ki így, és sokkal inkább kifejezi nem csak annak a néhány idomított majomnak, akik a kormányban ülnek, a gondolatait, hanem mondjuk mások gondolatait is. Ugye azt tudjuk, hogy nem sajátíthatja ki egyetlen ember sem, hogy csak az ő véleménye érvényesüljön bármilyen közéleti kérdésben, így ezt Orbán Viktor sem teheti meg. Éppen ezért, hogyha mi határozottan fellépünk és határozottan kinyilvánítjuk a véleményünket, akkor a milyen kis el fog jutni az emberekhez, és amikor minden helyzetben megmondázzuk a kormánynak a propagandáját, akkor bizony győzelem is lesz, hiszen az ő fegyverük jelen pillanatban az, hogy minden felületet, minden sajtót ők uralnak, és ők próbálják meg megmondani azt, hogy mit gondoljanak az emberek arról, hogy hogy szeretnének élni, miképpen, milyen társadalmi berendezkedésben, milyenek legyenek a törvények,
azt gondolom, hogy ha ezt nem hagyjuk, és mi lehetünk azok, akik nem hagyjuk, csak az emberek, senki más, akkor nagyon hamar győzelem lehet. Hát mindenkinek azt javaslom, hogy ha nem tetszik az Orbáni önkény, ha nem tetszik a kifosztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!